Jó a csel, még mindig Miovec. Bácsi. Gólhelyzet. És oldalháló. Bácsi. Jó a csel. Becsapta Kuttort, még mindig Bácsi, kényszerítőzik. Gólhelyzet, Petri jön ki. Katonával kényszerítőzött Bácsi, és az első félidő 13. percében a második veszélyes Dózsa helyzetet dolgozták ki. Máriási próbál kapura felé fordulni, aztán visszajátszik Emmerhez. Tintár, nem volt rossz lövés. Az első taps, egy videóton akció után, Brockhauser lésen volt, és kiütötte, kitolta a labdát, a bal felső sarok irányába tartott Tintár lövése. A második videóton szöglet következik, az első félidő 34. percében. Tintár középre, Brockhauser aláfutott a labdának. Ember azonban nem tudta irányítani a fejest. Takács egyből vissza, les. Takács. Rossz a leadás, és veszélyes lehet. Katona, Bácsi, Bácsi nagyon gyors. Lövés, Petri véd. Csucsánszki, hibáztak a dózsások. Jónás tovább mutatja Bai. Szlezák egy kicsit visszarántotta Jónást. Nagy a fütty a stadionban. Hát ezért meg lehet adni egy 11-est. Jónás, Kuttor, jól ad középre, Tintár fejel, gól! Szépen ugrott fel Tintár, homlokkal, nagy erővel, úgy fejelte a kapuba a labdát, hogy az a kapufáról pattant a hálóba, váratlan. Videóton gól a 42. percben. A dózsások már elkönyvelték az egyik pontot, hiszen nyugodtan játszottak, és a mérkőzés nagy részében jobban, szellemesebben, mint a fehérvári csapat.